Beszélgető partnerem ezúttal Bencsik István, Kossuth Díjas szobrászművész, akivel ma éppen nem egy nyíló kiállításról, nem is egy szimpózionról fogunk beszélgetni, hanem egy egész országot érintő témáról. Üdvözlöm! Reggelt kívánok! Természetesen nem akarom elaltatni a kedves nézőket, de stílusosan talán egy mesekezdéssel kellene bevezetnem ezt a történetet. Hiszen hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nemzeti színház. Amikor most megnézik a következő percekben lévő bejátszást, akkor még mindannyian úgy tudtuk, amikor ez a film készült, lesz nemzeti színház. Új nemzeti színház épül. Több éves, évtizedes igény, gyűjtés, tervezgetés előzte meg egy ország kultúráját is szimbolizálva a nemzeti színházának megépítését újra. A monumentális, modern, ugyanakkor a nemzet szellemiségét is hordozó, funkcióit tekintve minden igényt kielégítő építészeti alkotást Bán Ferenc tervezte. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Nemzeti Színház Kormánybiztos Iroda megbízásából a képző és iparművészeti lektorátus Bencsik István, Kossuth Díjas szobrászművészt kérte fel, készítsen terveket az új Nemzeti Színház szobrászművészeti alkotásokkal való díszítésére. Bencsik István 1931-ben Marcaliban született. Tanulmányait a Budapesti Művészeti Gimnáziumban, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végezte. 1982-től a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanárképzőkara rajztanszékének docense. 92 óta a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja. 5 éve a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanít, és a Pécsi Egyetem művészeti karán működő doktori program vezetője. 1954 óta rendszeresen vesz részt egyéni és csoportos kiállításokon, szimpózionokon szerte a világban. Köztéri szobrai Magyarország számos városa mellett többek között Németországban, Görögországban és Japánban is megtalálható. 1992-ben a Magyar Köztársaság Kossuth díjjal tüntette ki. Bencsik Istvánnak a felkérésre készített terveiről a neves szakértőkből álló zsűri elismeréssel a következőképp vélekedett. A szobrász társszerzőként olyan terveket készített, amelyek az építészeti gondolatmenet továbbvívői. A szobrok autonóm művek, melyek azonban szellemiségükben, formavilágukban, az anyagválasztás minőségében, az építész elképzelésének megfelelően szervesen kapcsolódnak, illeszkednek, illetve kiegészítően harmonizálnak az épülettel, és szerves részei a szobrász életműnek is. Évtizedek alatt dédelgetett álmaim közül kettő megvalósul, mégpedig olyan helyen, olyan méretben, olyan minőségben, olyan funkcióval, amit mindig szerettem volna. Tehát azt tudnám mondani, hogy nekem azt jelenti ez a két szobor, hogy minden bizonnyal az életművem, a csúcsokra kell feltornásznom magam, és hát a szabad így fogalmazni, hogy hát egy szobrász, ez az, amikor egy szobrásznak az álmai valósággá válnak. A főbejárat előtti fogadószobor, valamint az első emeleten elhelyezendő belsőtéri, úgynevezett terelőszobor, tervezett anyaga dél-indiai gránit, és mindkettő meghaladja majd a 4 métert. Hol volt, hol nem volt, vagy valóban lesz egyszer egy nemzeti színházunk? Hogy áll pillanatnyilag a dolog? Hát én is csak azt tudom, amit a sajtóból, a médiákból bármelyik állampolgár megtudhat, hogy az Erzsébet téri elképzelést a kormány leállította, és hát keres egy új helyszínt. Ennyit tudok erről. Senki semmit nem mondott nekem ezen kívül. Az iménti filmben láttuk már, hogy elkészültek a konkrét tervek, elfogadták, sőt, már úgy volt, úgy tudom, hogy hamarosan Indiába utazik.
Ilyenkor ezt hogyan közölték önnen? Jött egy távirat, hogy semmit utazás közölt. Leállítva, stop? Semmit nem közöltek velem. Senki semmit nem közölt velem. De tekintettel arra, hogy én megfelelő viszonyban vagyok, megfelelő munkakapcsolatban vagyok a tervezővel, Bán Ferenccel, és tudomásom szerint ő sem kapott semmiféle formális, hivatalos értesítést. Hát gondolom, hogy előbb-utóbb valamit fognak mondani. Egyarra nem mondtak semmit. És hogy kezeli ön ezt a problémát? Végülis rengeteg munka, idő, energia, pénz emögött már ott van. Igen, hát rengeteg munka. Hát egy ekkora vállalkozást, egy szobrász számára, mint amilyen ez lett volna, amit, amiről szó esett, az azt igényli, hogy az életemet teljesen átprogramozzam, átszervezem, átritmizáljam. Ez meg is történt egy év alatt, tehát én kialakítottam egy új élesstílust, ami teljes mértékben alá volt rendelve ennek a munkának. Hát ez bizony nehézséget okoz, ennek a korrigálása, és hát rengeteg munka van a tervben. Hát azt hiszem, hogy mindenki előtt világos, hogy egy ilyen szobrászi vállalkozásnál az úgynevezett tervezési periódus intellektuálisan rendkívül nehéz, szellemileg rendkívül nehéz periódus, de hát ő tulajdonképpen nem azt fizeti meg a megrendelő, hanem a kézművet fizeti meg. Szinte azt mondhatnám, hogy a tervezési periódusban csak egy szimbolikus összeggel honorálják az ember munkáját. Tehát gyakorlatilag ez az én esetemben azt jelenti, hogy ez egy totális ráfizetés. Most rengeteget cikkeztek, folyamatosan erről hallhatunk, olvashatunk, hogy ennek a döntésnek a hátterében politikai dolgok állnak, sőt, annak idején Makovecz Imrének a neve is felmerült. Mit lehet ebből tudni, mi ebből az igazság? Hát, amivel több hónapig tartott ez a játék a színház körül, sok minden kiderült, különösen azonok a számára, akik közé én is tartozom, akik érdekeltek voltak, ebben is utána néztem. Után néztem bizonyos információknak, kétség kívül kimutatható, hogy itt működött egy elég rossz hiszemű szakmai lobby, ellenlobby. Ez vitathatatlan. Ugye hát azt veszélyes a nyilvánosság előtt mondani, veszélyes személyhez kötni ezt a lobbyt. De én a végül úgy olyan következtetést vontam le ebben az egész történetből, hogy ebben a szomorú az, hogy van egy kormány az országnak, egy választott kormány, és az a kormány valami hihetetlen pipogyan módon kezelte ezt az egész ügyet, mert azt nem tételezett fel, hogy rossz hiszeműen kezelte, azt nem tételezett fel, hogy ellenségesen kezelte, azt nem tételezett fel, hogy bármelyik kormány megengedi magának, hogy rombol egy színházat, nem épít, hanem rombol. Mert ha ezt feltételezném, akkor azonnal ki kell vonulni az utcára tüntetni. Én csak azt tételezem fel, hogy pipogya módon kezelték ezt az egész ügyet, és valahogy igenis azt hiszem a politikát földarálta. Ez a Nemzeti Színház történetét földarálta, a napi politika, a napi politikai aktoritások, szakmai lobbik, politikai lobbik, ez az egész mechanizmus, ez az egész gépezet megőrölte ezt az egész történetet, és hát ez rendkívül szomorú, így. Mert végülis egy egész ország együtt élt ezzel, már elfogadta, pénzt adományozott rá, hosszú évek óta megy az előkészítés, elkezdődtek a munkák, mindenki a beleegyezését adta, és mindenki örült ennek. Most egyszerre hirtelen lefújják, visszatemetik, vagy garázst csinálnak abból a területből, ahol épült volna ez a színház. Mi a biztosíték arra, hogy 4 év múlva nem fog ugyanez megismétlődni? Lesz egyáltalán nemzeti színház ennek a nemzetnek? Hát azt hiszem, hogy ezt a kérdést ma Magyarországon sokan felteszik, hiszen hogy most már mindenki előtt világos, hogy 130 éve húzódik a színház építése, és egyik kormány a másik után teszi ugyanezt, mint amit most ez a fiatalokból álló kormány is tesz. Hát viszont ki vagyunk annak téve, hogy újabb 4 évig elhúzódik az előkészítés, és 4 év múlva egy újabb kormány újra parton kívülre helyezi ezt a történetet. Szóval, én néha úgy vagyok otthon, esténként gondolkozom ezen az egész histórián, aminek részese volt, amit átéltem, hogy nem tudom értelmezni. Szóval egyszerűen azért nem tudom értelmezni, mert mindig azt hittem, hogy a kultúra valamennyire azért el tud különülni a napi politikai aktualitásoktól. Úgy tűnik, hogy nem tud elkülönülni. Szóval nálunk sajnos
elnézést, de laikus megjegyzésért, de a kormányváltás az egyben hatalomváltás is, és ez egy tragédia. Az én értelmezésem szerint egy új kormány az egy új adminisztráció, nem több. És valóban a hatalom az a lakosság kezében van, és a lakosság képviseleti rendszerében. A valóság nem, ez a gyakorlat az az, hogy jön egy új kormány, akkor jön egy új hatalom. És a hatalom demonstrálásához kellett a színház leradírozása, nem tudok rá válaszolni, nem tudom értelmezni az egész történetet. Olyan elképesztő motivációk vannak ebben, csak egy dologra hívom fel a figyelmét, sok szó esett a pénzről. Nem igaz. Szóval teljesen nyilvánvalóan kiderült, hogy ez porhintés. Hát az olyan ostobaságok, mint amiket elmondanak, hogy most ugye, hogy az Erzsébet térre gátolja a belváros lélegzését az a színház. Hát kérem szépen, hát 2 éven keresztül a szakértők százai gondolkodtak ezzel. Hát hülye mindenki. Hát egyszer, hogy engedheti meg magának nagyra becsült kollégám, a jelenlegi kultuszminiszter, hogy ilyen ostobaságot mondjon? Nem értem. Mit lehet ebben a helyzetben tenni önök, akik végül is felépítették volna közös erőben, megtervezték ezt a színházat? Mit tudnak tenni ez ellen? Hát lehet egyáltalán tenni valamit? A színház érdekében én úgy gondolom, nem vagyunk illetékesek. A döntés joga a megfelelő hivatalok kezében van. Hát ugye az építész mit tesz, gondolom, hogy dolgozik. A szobrász mindenképpen azt teszi. Tehát én nem tudok más tenni, mint villám gyorsan behúzottam a műterembe, bezárkoztam a műterembe, és elkezdtem nagyon gyorsan dolgozni, visszaállítani egy olyan ritmust, ami a ritmusban előtte éltem. Tehát akkor ön is úgy gondolja, hogy nincs más teendőnk, mint békésen ülni, várni, és majd meglátjuk, mi lesz. Talán egyszer lesz színház ennek a nemzetnek? Hát kinyilváníthatjuk a véleményünket. Azt gondolom, a demokrácia, elnézést, hogy politikai kategóriákat használok, a demokráciának az a tulajdonság, hogy az állampolgár a véleményét kinyilváníthatja például itt a médiumok előtt, a média előtt, vagy civil közösségekben. És hát az ennek a véleménynek vagy lesz foganatja, vagy nem. Én természetesen most és mindig, mindenütt baráti társaságban is bármilyen egyesületi összevetőken következett, azt mondom, hogy ez egy képtelen történet, és az Erzsébet téren a színházat fel kellene építeni. De hát én ebben még érdekelt is vagyok. Az én véleményem nem olyan értékes, mint az állampolgár véleménye. Az én véleményemnek is van értéke, állampolgár is vagyok. És vállalom az állampolgárságomat, annak a morális ódiumait is. Hát más nem igen hiszem, hogy tudom tenni. Hát ehhez az állampolgároknak kellene talán megmozdulni, hiszen többek között az ő pénzükből, és őértük épülne ez a színház. Hát az ő pénzükből, vagy a mi pénzünkből természetesen. Nagyon szépen köszönöm István, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, és remélem, hogy nagyon-nagyon hamar jobb hírekről tudunk beszámolni és beszélgetni együtt. Köszönöm szépen.